Jazz Panoráma. Rádió Dix 100.3. Üdvözlöm Önöket, Halper László vagyok, és ez a Jazz Panoráma című műsor, melynek első részében ma a kiváló dobossal, Bordács Józseffel hallatnak beszélgetést. Most elsőként a Finucci Bros Kész regény című albumáról játszom le Önöknek a Te vagy az álmom című kompozíciót. A felvételen Balogh Roland gitározik, Balogh Zoltán zongorázik, Horváth Plutó József basszusgitározik, természetesen Bordács József dobol, és vendég közreműködőként Kökény Attila énekel. Mikor még nem voltál, azt hittem szép az életem. Néhány édes csóktól azt hittem, hogy könnyebb. De most nem vagy nékem minden, tehát csak képzelem. Úgy eltélednék veled, kérlek Istenem. Szerelem az égig érő fényben túl az élet tengerén. Egy láthatatlan képen itt a szívem legmélyén. Volt pár bűnös sok, néhány áldott dallamtól. Volt már túl késő, s voltak égő könnyek. Mikor elszakadni kéne, mégis maradnál. Mikor mosolyogni kell, bár így még jobban fáj. Szerelem az égig érő fényben túl az élet tengerén. Egy láthatatlan képen itt a szívem legmélyén. Megfizettünk egyszer mindenért. Te vagy az élet, te vagy a végzet. Te vagy a kérdés, a válasz én nekem. Te vagy az álmom, ha nem is látom. Mit hozzad volna, és meddig szólhat hozzád énekem. Volt pár bűnös csók, néhány áldott dallamtól. Volt már túl késő, s voltak égő könnyen. Mikor elszakadni kéne, mégis maradnál. Mikor mosolyogni kell, bár így még jobban fáj. Szerelem az égig érő fényben túl az élet tengerén. Egy láthatatlan képen itt a szívem legmélyén. Megfizettünk egyszer mindenért. Te vagy az élet, te vagy a végzet. Te vagy a kérdés, a válasz én nekem. Te vagy az álmom, ha nem is látom. Mit hoz a holna, és meddig szólhat hozzád énekem. Te vagy az élet, te vagy a végzet. Te vagy a kérdés, a válasz én nekem. Te vagy az kiváló dobossal, Bordás Józseffel beszélgetek a mai Jazz Panoráma első részében. Ugye hát a te nagyszerű munkásságodat, ami túlmutat a muzsikálásra, hiszen pedagógiai munkát is végzel, most már nagyon hosszú ideje, amire persze ki fogunk térni. Magyar Arany Érdemkereszttel lettél kitüntetve a tavalyi évben, amihez ezúttal is gratulálok, bár azóta már beszélgettünk, de hát azért ezt nem győzöm hangsúlyozni, ez milyen óriási dolog. Hogy kérdezzelek először a pályát kezdeteiről, hogy úgy tudom, hogy zenész családba születél, csak ebből hogyan lett a dob, mert azt hiszem, hogy ez egy olyan kalandos dolog volt, amire a hangszeredet megtaláltad. Hát ez így van. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Szerbusz, kedves Laci.
Hát én zenés cigány családból származom részben, hiszen édesapám muzsikus, miskolci tánczenész család volt, illetve már nagyapám még cigány primás, illetve cigányzenészek voltak, anyai részről pedig egy ilyen nemesi gádzsó családból származom. Mondom ezt így, hogy a Dik Rádió hallgató is értsék. Édesapám, mivel tánczenész volt, a 70-es években már feltalálták a szintetizátort, a dobgépet, ezért azt látta, hogy a vendéglátásban, mint dobos, nagyon, nagyon nem lesz fantázia, és nem lesz fix megélhetés, és nem akarta azt, hogy bizonytalan életem legyen, ezért ő úgy határozott, hogy nem lehetek zenész, kifejezetten tiltotta a zenész létet. És hát titokban, amikor ők elmentek a piacra szombaton vásárolni, akkor levettem a szekrény tetejéről a dobfelszerelést, a gyöngyházas amatit, és akkor Cserhátira, Máté Péterre, Elvis Presleyre, Beatlesre elkezdtem dobolni, persze kazettás magnó mellett, és így magamat próbáltam képezni, ahogy lehetett, hogy az internet kora előtt vagyunk. Majd bekerültem a kereskedelmi iskolába, szakácsnak kezdtem el tanulni, és ott az első nap elém raktak egy papírt, hogy milyen fakultáció, zene, játszok-e hangszeren, sportolok, stb., és beírtam, hogy dobolok. És az iskolának a színjátszó köre akkor tűzte színre a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválon című Déri Tibor darabot, amit Presszel Gábor az LGT-vel csinált meg a zenei részét, és a színpadon fent van a zenekar, bele van írva a darabba, és azonnal beválogattak dobolni, úgyhogy én négy éven keresztül jártam a diákszínjátszó fesztiválokat, köröket, és már ott doboltam, de itt még mindig autodidakta módon. És ugye aztán fölkerültél Pestre, és itt aztán a Kőbányai suliba már egy nagyon jó zenei közegbe kerültél bele. Így van, először még a Szófia utcai szakszervezet iskolájába tanultam Jávori Vili bácsinál, majd volt egy év, amikor a postásba jártam Berdis Tomihoz, és akkor indult el a Kőbányai Zenei Stúdió, és akkor utána ott végeztem. Gyakorlatilag mi voltunk az első olyan évfolyam, aki tanári végzettséget kapott, 2+2 éves, 4+ még egy master, tehát 5 évet voltunk, és így lett egy könnyű zenei, szórakoztató zenei végzettségünk, és zenepedagógus végzettségünk hozzá. Ugye, ha már itt a pedagógiánál tartunk, ugye utána te is kezdtél tanítani szinte azon nyomban, hogy ezt a papírt megkaptad. Én 2003-ban végeztem, és utána rögtön elhívtak a Kodály Zoltán általános iskola és gimnáziumba Marcibányi térre, ez az iskola adja a Magyar Rádió kórusát, és ott megalapítottuk az első könnyűzenei dobtanszakot. 2 évig bírtam ebbe a közegbe a klasszikus zenészek, illetve a naplókitöltés, a többi bürokrácia mellett lenni. A Nagy Laci barátomat is odavittem gitárt tanítani, és utána megalapítottam a magániskolámat, és egészen 8 évvel ezelőttig csak a magániskolába tanítottam, majd Suki Andris barátom elhívott a Rajkó Talentum szakgimnáziumba, hogy ott rakjuk egy picit rendbe a dobtanszakot, és most már 8. éve a magániskolám mellett a Rajkó Talentum szakgimnázium, illetve a Tókályi képzés alapfok is van, ennek az iskolának a dobtanszakvezetője vagyok. Sőt, egy nagyon komoly tábort is szervezel évről évre, a Dobmánia tábort, ami egy nagyon népszerű dolog. Igen, ez most már 13. éve. Nagyon büszke vagyok rá, mert ez valóban egy alulról jövő kezdeményezés, ami arról szólt, hogy a most már nem létező dobos magazin papír alapon megjelenő újságnak voltam az egyik szakíró, és amikor 10 éves volt az újság, volt egy közös fotózás, akkor megfűztem a többi dobtanár kollégámat, aki újságírót csináljunk, egy közönség találkozott dobos magazin tábor címmel, majd ez nagyon jól sikerült, 20-25 ember jött el az első táborba, mindig fejlődött, közben átkeresztelődött Dobmánia táborra, én közben elkezdtem a Finucci Brass Quartettel Erdélybe turnézni, és nagyon-nagyon megszerettem a határon túli magyar lakta településeken élő fiatalokat, elsősorban Erdélybe, de felvidékre, Vajdaságba is jártunk, és kitaláltam, hogy akkor különböző pályázatokkal megpróbálok segíteni a kinti oktatáson, és elkezdtem kijárni Erdélybe, illetve őket behozni, és hát most
mondom a jelent, hogy 2022-ben 89, tehát már majdnem, hogy 90 fővel megy a Dobmánia tábor, 4 országból határon túli magyarok, 25 határon túli magyar gyermeket ingyen táboroztatunk, és már van Csíkszeredán is egy Dobmánia tábor, ami augusztusban van, és Marosvásárhelyen a Roksuli szervezésébe szintén Erdélybe ősszel, tehát már leklónoztuk a Dobmánia tábort még 2 részbe. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép sikertörténet. Bizony. És az egyik szívügyem ez a könnyű zenei és jazz tábor. És ezen kívül még 2 nagyon komoly dolgot szerveztél. Az egyik, hogy a diákokhoz elvitted a jazzzenészt előadás sorozattal vidékre, illetve, hogy volt egy olyan jazz generáció koncertsorozat, ahol 3 generációhoz tartozó nagyszerű zenész állt mindig a színpadra. Ezekről, hogyha mesélném most még egy kicsit. Hát akkor az utóbbival kezdeném. 8 évig voltam a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja, abból 3 évet voltam az alelnöke. Ez egy nagyon szép időszak volt, és hát 4 évvel ezelőtt találtam ki a Jazz Generáció produkciót, vagy projektet, aminek az volt a lényege, hogy egy adott hangszerből 3 ikonikus zenészt, 3 generációt hívok el. A saját hangszeremmel példálózva úgy kezdődött az est, hogy Kovács Gyulát bevetítettük a videóról, a nagyszerű jazzdobost, majd megjelent a növendéke, Kőszegi Imre, a legendás jazzzenész. Az ő életéről beszélgettünk, a zenekarral közösen vele muzsikáltunk, majd behívtuk a növendékét, Bágyi Balást, aki jelenleg is a Magyar Jazz Szövetség elnöke, akkor az Imrével közösen ők anekdotáztak, kis fényképvetítés háttérben, egy közös dobszóló, majd utána a Balással is beszélgettem az ő szakmai pályájáról, illetve vele is muzsikált a zenekar, és a végén jött a Balázs növendéke, egy akkor 20-30 éves fiatalember, és így megjelent így a Gyulával együtt gyakorlatilag 4 generáció, és a végén Gyulára emlékezve a 3 dobos egy dobsót hozott létre, és ezt megcsináltuk a zongora kivételével gyakorlatilag minden hangszerre. Fúvós hangszer, tehát a jazzben használatos hangszerekkel. És ugye volt, amit említettem, ami a diákokhoz vittétek el a jazz muzsikát. Igen, hát ez jelen idő, és nem kifejezetten a jazz zenét. A projektnek az a neve, hogy Házhoz megy a zene, de a Házhoz megy a zenedét 2012-ben találtam ki, 10 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy a gyerekeket az élő zenére, illetve a hangszeren tanulásra inspiráljuk, neveljük, ablakot nyissunk az új generációnak a zene sokszínűségére. És ez egy tornateremből indult, ahol nyáron gyakorlatilag a 7. kerületbe az Ajtai Péter barátom meghívott, hogy az egyik iskolába valami foglalkozást nyáron csináljunk, ami zene közeli dolog, és onnan indult abból a tornateremből, és hát ez az elmúlt 10 évben fejlődött. Most az úgy néz ki, hogy a könnyű zene fejlődését mutatjuk be, 2 projekt fut, az egyik a rock legendák, a másik a pop legendák, ami most ősszel fog indulni, de hát a rock legendákkal januártól áprilisig 60 előadást hoztunk létre, majd kimentünk Erdélybe, 14 nap alatt egy 20 állomásos turné, és ősszel még lesz egy 20-as kör, tehát ebben az évben 100 előadása lesz. És itt természetesen a nemzetközi és a magyar viszonylatban, tehát hogy a hallgató értse, hogyha szó van a Rolling Stonesról és a Beatlesről, mint beatzene, akkor utána játszunk az Illéstől és az Omegától is, vagy Radics Bélát megmutatjuk, hiszen a mai generáció sajnos már nem tudja, hogy ki a Radics Béla, és számunkra fontos, hogy a Jimi Hendrix féle blues rock zene, ami a gitározás egyik alapja és mérföldköve Jimi Hendrix, és Radics Béla Magyarországon elsőként volt, aki ezzel foglalkozott, majd jött a Hobo Blues Band, és így megyünk, és a végén egy Metallica tankcsapdával záródik ez a zenetörténeti előadás, és amikor vége az előadásnak, a gyerekek kimehetnek az előtérbe, és ott a rockzene hangszereit ki is próbálhatják az előadás végeztével. Most a Gyönyörű támadtam című számot hallhatják, a Finucci Bros Készregény című albumáról, a felvételen Rontó Kitti énekel.
fésa volt együtt, nevet két. Boldogok voltak, mint te meg én. Felébredtem, s aztán véget ért. Nem mosolyognak már ők többé. Úgy látom, felős lett borús az ég. Villámokat szór felénk az ég. Ma sem értem miért, de véget ért. Mai Jazz Panoráma első részében a kiváló dobossal, Bordás Józseffel beszélgetek. Egy picit áttérve a te zenei pályafutásodra, úgyhogy említettem, ott Kőbányán már egy nagyon klassz zenei közegbe belekerültél, és hát onnan nagyon hamar a zene élet krémjébe voltál. Hogyan alakult a muzsikusi pályafutásod? Kőbányai Zenei Stúdió az sokunknak egy mentorház, vagy egy inkubátor. Azt szoktuk mondani, hogyha bekapcsoljuk a Petőfi tévét, és ott mennek a koncertek, akkor nagyon kevés olyan koncert vagy zenekar van, ahol legalább egy kőbányista ne lenne. Ez egy nagyon erős közösség. Olyan tanári kar állt össze ott 25 évvel ezelőtt, akik az élvonalba való jazz, pop és rock műfajnak az ikonikus előadói. Tehát az, hogy az LGT együttes dobosa,
vagy a Hobo Blues Band basszusgitárosa, vagy a nagy nevű Tornoszki Feri bácsi, vagy Babos Gyula tanít, és együtt ülünk a büfébe, ez az egész életünkre rátette a pecsétet, és hát nekem két fontos ember volt a Jávori Vili bácsim kívül, az egyik Fogarasi János zongorista, aki nagyon sokat foglalkozott velem, meg játszottunk is együtt, és a másik nagy mentoromnak pedig Babos Gyulát gondolom és tartom. Mi Babos zenekari gyakorlat voltunk, évnyitón kiszúrta a Balogh Rolandot, a Balogh Zolit, a Finucsikat, meg engem, illetve az iskolából egy bőgöst, és abban a pillanatban összerakott minket, és Plutó külsősként kezdett el bejárni hozzánk, és gyakorlatilag mi már ott a Gyuszi bácsi keze alatt kezdtünk el elindulni, illetve volt egy másik vonulat a Nagy Laci Gitánóval, akkor még nem Gitánó, hanem csak Nagy Laci néven futott egy roppant tehetséges, picit a John Scofield, George Benson vonalat felváltva játszó, önmagát kereső, tüzes zenész volt, és csináltunk egy jazz triót, amivel éjjel-nappal muzsikáltunk, mentünk, és mellette még Pluto Fusion Collection néven indult el az ikrekkel a zenekarról, a Pluto saját szerzeményeit játszottuk, majd amikor a Roland megnyerte a Montreux Jazz Gitár versenyt, akkor átkereszteltük Finucci Bros Quartetté, és onnan indult a zenekarnak a hazai és nemzetközi pályája, de ezeknek mind-mind a gyökere a Babos Gyula zenekari gyakorlat és a Kőbányai Zenei Stúdió közege. Most a Tavaszi Dal című kompozíciót hallhatják a Finucci Bros Készregény című albumáról. Édes dalom szól, fülembe száll, hallom már, hogy újra hív a szél, a boldog tavasz szép mesét mesél, s miközben egy angyal szól hozzá, szavaitól boldog lesz a világ. Nevetek, hisz bármi történet, szívemre csak boldogság vár. Hogy csak álomkép csupán, az, amire szíved régen vár, sebesen a cél felé futunk, sem látjuk, merre visz az utunk. Tedd félre most minden gondodat, hidd el, hogy csak így lehet szabad. Tudom, bármi történhet, szívemre csak boldogság vár.
Mai Jazz Panoráma első részében a kiváló dobossal Bordás Józseffel beszélgetek. Most már komponistaként is nagyon komoly dolgokat hoztál létre, például Arany Jánoshoz kapcsolódóan írtál egy művet. Igen, ennek volt egy előzménye. Volt egy előzménye, mert előtte talán 4 évvel volt, hogy felkértek, én Visegrádon élek, hogy Visegrádnak van egy új főtere, és mint Visegrádon élő művész, csináljunk valami nagy durranást az új főtér átadójára. És kaptam erre egy feladatot, hogy ezt oldjam meg, ezen gondolkodtam hetekig, majd felhívott a Ceglédi Dobos Gála, vagy a Nagyszerű Dobmúzeum igazgatója, Kármán Sándor, és a Sanyi megkért arra, hogy a 20. Dobos Gálára hozzak létre egy rendkívüli produkciót, és ő kitalálta azt, hogy a Ceglédi nagy bazilika tetejéről 20 méter magasból doboljak, és 19 növendéken pedig lent a téren, ennek legyen a neve Párbeszéd, és ezzel promózzuk be a 20. Dobos Gálát. Én mondtam a Sanyinak, hogy én egy hokedli tetején is szédülök, nem hogy ott fent a magasba. Aztán voltam annyira őrült, hogy elkezdtem vele dolgozni, és megírtam a Párbeszéd című tételt. Kifejezetten ehhez. Majd utána jött a Visegrád hangja, a visegrádi felkérés, akkor elkezdtem írni még egy tételt, majd sajnos édesapám meghalt, és a legjobban úgy tudtam a lelkemet felszabadítani, ha fogalmazhatok így, hogy írtam apunak is egy tételt. És így ez a 3 együttevőből jött létre a Visegrád hangjai című 35 ütő hangszerre írt nagy zenekari mű, amit én Nagykőrösön, amikor a dobtábor átköltözött Nagykőrösre, a polgármester úrnak odaadtam, és 2 évre rá felhívott dr. Cira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere, hogy aranyév van, ők kaptak különböző forrásokat, és rendezvények lesznek, és ő szeretne egy ugyanolyan CD-t, mint a Visegrád hangjai, ahol zenei mű és versek szólalnak meg. Ezek intuíciós zenék, tehát nem megzenésített versek, hanem van egy vers, és ennek a versnek a hangulatát adom vissza zenébe. És így jött létre az Arany 200, amiben már egy kamarazenekarral, illetve ütőhangszerrel és egy jazz kvartettel dolgozunk együtt, hangszereltem, illetve írtam az egészet. A hangszerelésben ott Balogh Zoltán nagyon sokat segített nekem, a Finucci zongoristája, de nem tartom magam zeneszerzőnek. Tehát megszületett ez a két nagy zenekari mű. Én egyébként nyitott vagyok arra, magamtól nem tudnék leülni most írni, de ha kapnék egy felkérést, hogy Teli Hold lesz holnap, és ezt írjam meg, akkor biztos vagyok benne, hogy leülnék és megírnám, de nem tartom magam, inkább outsider zeneszerzőnek gondolom magamat, de valóban a nevem ez fűződik két nagy zenekari mű és hozzátartozó két nagy országos turné. Most az Ort Hideg című kompozíciót hallhatják a Finucci Bros Készregény című albumáról, a felvételen Kökény Attila énekel. Zord hideg a télként, a fák is átfagytak nagyon. Szomorú a szívem, oly fáradt vagyok. Én kérdezem a sorstól, hogy meddig tart a fájdalom. De csak mosolyog a csend és átkarol. Néhány nap eltelik, s érzem, hogy szívem újra megdobog. Eszembe jut sok szép emlék, s még hagyom. Hogy utoljára égessem, könnyed csaljon arcomon. Aztán fölállok és bátran indulok. Míg hallom a átsuhan, nem bánom, nem kell fájó szó. Szemben a szélvihar felkap, a sík hideg álommal tart fel utamon. Küzdök, míg bírja a lábam, és lelkem nem fárad, én tovább utazom, mert játszik a képzelet velem, hisz úgy érzem, itt vagy mellettem.
néhány nap eltelik, s érzem, hogy szívem újra megdobog. Eszembe jut sok szép emlék, s még hagyom, hogy utoljára égessen, könnyed csajon arcomon. Aztán fölállok és bátran indulok. Még hallom a hangod a szívemen átsuhan, nem bánom, nem kell fájó szó. Szemben a szélvihar felkavar, séghideg álommal tart fel utamon. Küzdök, míg bírja a lábam és lelkem nem fárad, én tovább utazom. Játszik a képzelet velem, hisz úgy érzem, itt vagy mellettem, itt vagy mellettem. Még hallom a hangod a szívemen átsuhan, nem bánom, nem kell fájó szó. Szemben a szélvihar felkap, a séghideg álommal tart fel utamon. Küzdök, míg bírja a lábam és lelkem, utazom, mert játszik a képzelet velem, hisz úgy érzem, itt vagy mellettem. Hallom a hangod a szívemen átsuhan, nem bánom, nem kell fájó szó. Szemben a szélvihar felkap, a séghideg álommal tart fel utamon. Küzdök, míg bírja a lábam és lelkem nem fárad, én tovább utazom, mert játszik a képzelet velem, hisz úgy érzem, itt vagy mellettem. Mai Jazz Panoráma első részében a kiváló dobossal, Bordás Józseffel beszélgetek. Mik most a terveid, mind dolgozol mostanában? Most a Finucci Bros Quartettel készítünk két lemezt is ebben az évben. Akarom mondani, egy új kvartett lemez lesz, amire készülünk, amit az ikrek írnek, illetve egy nagy durranásra készülünk, egy Finucci Big Band anyagra, amit már elkezdtek az ikrek írni. Ez a 2022-es évnek az egyik ilyen nagy projektje, hogy ez a Big Band anyag megszülessen, illetve el is játsszuk. Emellett a Házhoz megy a zene, de oktatási centrum egyre terebélyesebbé válik, és mint ahogy mondtam, ebben az évben 100 előadásunk volt, és ez generált még további előadásokat, tehát következő évre gyakorlatilag 150-160 előadásnyi előjegyzésünk van. Ez annak a függvénye, ez nem titok, hogy ezek pályázati forrásból jönnek létre. Ha kapunk rá pályázati forrást, akkor ezt szeretném folytatni. Illetve a magániskolámban, a Rajkó Talentum szakgimnáziummal együtt folytatom a tanítást. Tehát ilyen plusz új dolog talán jelenleg ebben a pillanatban nincsen, de a meglévő dolgaim kerekedtek ki olyan szélesre és olyan nagyra, hogy győzöm ezeket utolérni. Hát óriási dolgok ezek, én gratulálok mindezekhez, és hát nagyon sok sikert kívánok a későbbiekre is. És hát várjuk az új lemezeket, mert a műsorban természetesen, ahogy elkészülnek, szeretném bemutatni. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy megemlékeztél a díjamról, illetve egy kicsit tudtunk beszélgetni. Nem titok, és elárulom a hallgatóknak, hogy én is útközben a Rádió Dichet hallgatom. Most elsőként az Afro, majd a Way to Home című kompozíciókat hallhatják a Finucci Bros előadásában. Thank you.
Better than you.
A mai Jazz Panorama első részében a kiváló dobossal Bordás Józseffel hallhattak beszélgetést, a hírek után a mai műsor második részében egy legendás muzsikussal, a kiváló bőgőssel, Berkes Balázzsal beszélgetek. Most itt az első rész végén a Restless című kompozíciót hallhatják a Finucci Bros előadásában.
The little bit of 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 the little b